adok egy pár szuggesziót, instrukciót, ami segíteni fog neked abban, hogy ellazítsad magadat. És fokozatosan hipnózisba juss el. Lazítsd el magad. Helyezkedj el kényelmesen. Ha akarsz, meg is mozgolhatsz egy kicsikét. Vagy csak nézz fölfelé a pontra. Hipnózis hiszen attól függ, hogy mennyire hajlandó vagy együttműködni. Ha nem is nézve pontot, jövök a személyre. Lettöröd semmivel, csak azt a pontot figyel. Azt, hogy itt vagy velem, már mutatja azt, hogy hajlandó vagy együttműködni. Ha továbbra is segítesz nekem, én is érem abban, hogy hipnózisba juss el. Mindez csak akkor sikerülhet, ha te is akarod. Feltételezem, hogy akarod, és minden meg fogsz tenni, hogy együttműködjél. Ezért most koncentrálj a pontra, figyelj jól a szavamra, bármit is érzel, hagyd, hogy megtörténjen. Csak hagyjad. Ha erősen figyelsz arra, amit mondok, és csak arra gondolsz, hamarosan tapasztalhatod, milyen érzés a hipnózis. Nincs benne semmi félelmetes, semmi titokzatos. Olyasmi ez, mint amikor valamire erősen odafigyelsz. Bizonyos értelemben a hipnózisban akkor is vagy, ha egy jó darabot látsz, a moziban, a színházban, és elfelejted, hogy a nézőtéren ülsz, inkább úgy érzed, hogy részt veszel a történetben. Sokan arról számolnak be, amikor hipnózisban kerülnek, először úgy érzik, mintha elaludnának. Azzal a különbséggel, hogy valahogy továbbra is hallják a hangomat, mint egy háttérként. Bármit éreznek is közben. Talán az alváshoz és hasonlít kissé, mégis sajátos élménye hipnózis. Nem mindenki érzi ugyanazt. Olyan hipnozitált egy kicsit, mint az alvajáró. Bonyolult mozgásokat végezhet, miközben hipnózisban marad. Csak azt kérem, ha továbbra is figyeljen, és ugyanúgy működjön velem együtt, mint eddig. Semmi kellemetlen nem fog történni. Legtöbben nagyon érdekesnek találják a hipnózist. Csak az is, de el magad. Semmi feszültség. Csak a pontot nézed. Olyan mereven, ahogy csak tudod. Lehet, hogy egy pillanatra elkalapozik a tekinteted. De nem baj. Nézd csak megint a pontra. Lehet, hogy egy idő múlva a pont elhomályosul, elmozdul,
De színében változik. Nem baj. Lehet, hogy álmos lesz. Az sem. Bármi történne is, hagyja végre menni. Nézd, csak mele van a ponthoz. De idő múlva majd elfárad a szemed, olyan nehéznek érzed majd, nem tudod tovább nyitva tartani, és becsukódik. Becsukódik a szemed, talán teljesen önképtelen. Ha ezt érzed, csak hagyd becsukódni. Teljesen az Isten van. Tested minden izmára szól. Lazítod el a lábaidat, lábfejedet, lazítsd el a karizmaidat, a kézfejedet, az ujjaidat, lazítsd el a nyakizmaidat, a mellizmaidat. Testednek minden izma elbaszol. Hagyd, hogy elermedjen. Elnyel és elnyel. Egyre jobban. Lazulj el, mind jobban és jobban. Egyre jobban és jobban. Teljesen ellazulsz. Kényelmesen ellazultál, de még sokkal jobban el fogsz lazulni. Még sokkal jobban. Szemhéjad már lezárult. Tartsad csukva. Mindaddig, amíg csak azt nem mondom, hogy nyissad ki, vagy ébredj fel. Ahogy mind jobban és jobban ellazulsz, talán a tested is mind jobban elnehezült. Nehézség érzése dönti el lábadat, karjaidat, lábfejedet, a kezedet és az egész testedet. A lábad nehéz és elnyert. A karod is nehéz, és elnyert. Egész tested nehéz. Egyre nehezebbnek, és nehezebbnek érzed. Óró nehéz vagy. Álmosnak kezded érezni magadat. Egyre álmosabbnak, és álmosabbnak. Légzésed lelassul, lassul, egyenletes, álmos leszel, egyre álmosabb és álmosabb, míg a tested egyre jobban és jobban ellazul, mind jobban és jobban ellazul. Már teljesen ellazultál, teljesen ellazultál, de még jobban el tudsz majd lazulni. Csak hagyjad, hogy ellazuljál. Most már mélyen, teljesen ellazult vagy. Mind álmosabb és álmosabb. Tested kellemes meleg árassza el, nehéznek érzett tagjaidat. Hogy lazzának,
Hogy álmosnak érzed magadat? Semmi más nem érdekel, csak az én hangom. Figyelj rám, álmosan, és lassan minden mást kiszorít a hangom, csak arra figyelsz, és közben mind jobban és jobban mélyebben elhazolsz. Kényelmesen ellazultál, de még sokkal jobban el fogsz lazulni. Sokkal jobban. Szemeid már lezárult, tartsad lecsukva, mint addig, amíg csak azt nem mondom, hogy nyissad ki, hogy ébredj fel. Ellazultál, nagyon ellazult vagy. Tested kellemes melegség árasztja el. Nehéznek érzett a léva. Zsibbad a tested. Fáradt és álmos vagy. Mind fáradta, és mind álmosabb. Egészen álmos. Nagyon álmos. Csak az én hangomra akarsz figyelni. Semmi másra ne figyelj. Csak az én hangom. Nincs semmi gondod most, semmi sem akaszt. Jól esik ilyen mélyen ellazulni, egyre jobban, mint mélyebben ellazulni. Minden más eltávolodik, csak az én hangom nem. Csak az én hangomat érzed most fontosnak, semmi más nem fontos. Semmi más nem köti le figyelmedet, csak az, amit én mondok. Lehet, hogy az én hangom is, mintha álmodban hallanád, hogy egyre jobban és jobban ellazulsz, hogy egyre jobban elmerülsz ebben a kellemes bódultságban, ebben a teljes lazaságban. Elnyedsz és ellazulsz. Ellazulsz. Teljesen ellazulsz. Mind mélyebben és mélyebben. Elnyedsz és ellazulsz. Álmosnak. Egyre álmosabbnak érzed magad. Csak az én hangom hallja továbbra is. Csak rám figyelj. Semmi másra ne gondolj. Csak arra, amit én mondok. Egyre álmosabb és álmosabb leszel. Mindjárt alszol. De továbbra is hallod, amit mondok. Csak akkor fogsz felébredni, amikor én mondok. Elkezdek számolni, és minden számmal úgy érzed majd, hogy álomba merülsz. Mély, kellemes, mély, pihentető álomba. Olyan álomba, amelyben sok mindent meg tud tenni, amit kérek. Mélyen alszol. Kettő. Álomba merülsz. Mély. Mély pihentető álomba. Három. Négy. Mélyebben és mélyebben. Egyre mélyebben és mélyebben alszol. Öt.
merülsz és mélyülsz. Merülsz. Egyre mélyebbre és mélyebbre. Mélyen az álomban. Semmi sem zavarja az álmodat. Semmi másra ne figyelj, csak a szilhamomra. És arra, amire én hívom fel a figyelmedet. Kérlek, hogy továbbra is csak az én hangomra figyelj. Arra, amit én mondok. 8. Egyre mélyebb elég. 9. Mélyülsz és merülsz. 10. 11. 12. Mélyebben és mélyebben. Mind mélyebben alszol. 13. Merülsz és mélyülsz. 14, 15, már mélyen alszol, tisztán hallasz engem, végig hallani fogod a hangomat, bármilyen mélyen is érzed az álmodat. 16, 17, 18, mélyen alszol, egyre mélyebben és mélyebben. Semmi sem zavar. Sok minden tapasztalt majd, amit mondok. 19. 20. Mélyen alszol. Csak akkor fogsz felébredni, amikor én azt mondom. Jól fog esni az alvás, és közben érzed majd, amit éppen mondok. Most, hogy ennyire ellazultál, és álmos vagy, és nem megerőltető rám figyelni, segíteni fogok, hogy megtudjak, ebben az állapotban a gondolatai hogyan adnak a cselekvésre. Nem minden ember érzi éppen ugyanazt. Talán te sem érzed majd mindazt, amit majd mondok. Nem baj. De néhány dolgot érzel majd biztosan. Érdekes lesz. Próbálj érezni, amit csak lehet. Csak arra gondolj, amit én mondok, és figyelj, mi történik. Bármit is érzel, hogy megtörténni. Bármilyen váratlan is. Most arra kérlek, nyújtsak ki egyenesen a bal karodat, tenyérrel felfelé. Így. Ügyes vagy. Szeretném, ha most csak erre a kezedre figyelnél. Arra, amit a kezedben érzel, és arra, ami történik vele. Ahogy figyelsz rá, sokkal inkább a tudatodba jut mindaz, ami történik vele. Észreveszed, hogy melege, vagy hideg. Esetleg zsibbod-e? Vagy van-e akár csak egy gyenge remegés az ujjaidban? Arra kérlek, hogy erre a kezedre koncentrálj, mert mindjárt valami érdekes történik vele. Egyre nehezebbnek, egyre nehezebbnek és nehezebbnek kezded érezni a kardat. Egyre nehezebb és nehezebb. Mintha egy nagy súly húznál lefelé.
egyre nehezebb és nehezebb. Egyre jobban húzza a súly lefelé. Képzeld el, hogy egy súlyt akasztottak rád. És hogy egyre nehezebbnek és nehezebbnek érzed, mozdul a karod is, de valami nyomnál lefelé. Kissé lejjebb. Még lejjebb. Mind lejjebb és lejjebb. Nagyon nehéz. Egyre lejjebb és lejjebb. És ahogy számolok, egyre nehezebb és nehezebb lesz. És süllyed lefelé. Mind lejjebb és lejjebb. Lejjebb és lejjebb. És már szinte egészen lesüllyedt. Jól van. Csak hagyd így megpihenni a kötyödet a széken. Hát tegyen vissza az kötyödet. Ügyes volt. Az Isten magad megint. Megint kellemes élőben a karjaidban. Így. Csak lazuljál tovább. A karodnál egyre könnyebb lett. Már nem nehéz. Teljesen elazultál megint. Ha eddig is nehéznek érezted egyes tagjaidat, most egész testedet nehéznek érzed majd. Kérem figyelj most a jobb karodra. Nehéz a jobb karod. Nehéz a készfejed. Milyen nehéznek érzed a jobb kezedet. És arra az érzésre gondolj, hogy még nehezebbek. Egyre nehezebb. És nehezebbnek érzed a jobb karodat. Most a karod elnehezült. Nagyon nehéz. Most a készfej válik nehézzé. Olyan nehéz, mint az ólom. Mint a ólomból volna. Talán mindjárt érezni fogod majd, hogy a kezed milyen nehéz. Túl nehéz ahhoz, hogy felemeljed. Nagyon nehéz. De bármilyen nehéz, az előbb talán még meg tudtad volna mozdítani, de most már túl nehéz ehhez is. Nagyon nehéz, túl nehéz. Nagyon nehéz. És próbáld talán meggyőzni róla magadat, milyen nehéz a karod. Csak próbáld meg felemelni ezt a nagyon nehéz kezet. Próbáld csak. Csak próbáld meg felemelni a kezedet. Csak próbáld. Jó. Hagyd abba a próbálkozást. Csak lazuljál. Karod újra megszokottá válik. Nem érzi nehézet tovább. Most már fel tudnád emelni a karmát, ha most megpróbáld meg. Csak mélyülj és lazulj. És most lazuljál, teljesen lazulj el. Thank you.
Most próbálj meg, megpróbálunk valami teljesen más. Tegyed össze a két kezedet, kulcsold össze az ujjaidat. Így né. És most szorítsd össze erősen a két kezedet. Így né. Érzed, milyen szorosan fogódik össze az ujjad. Mind szorosabban, és szorosabban. Úgy összezárultak, talán megismernéd magad, ha szét tudnál húzni az ujjaidat. Összefonadtak, szorosan összefonadtak. Teljesen összezárultak. Hogy próbáld meg széthoz az ujjaidat. Csak próbáld meg. Jól van. Ne próbálkozz tovább. Az Isten akar. Most már nem kulcsolod össze, szorosan a kezed. Szét tudod nyitni őket. Hozzanyagot a széllyel. Tegyed vissza az ölepelüket. És lazulj el. Lazulj és mélyülj. Csak lazulj tovább. És most nyújtsad ki egyenesen a bal karodat. És szorítsd bökörbe a kezedet. A kinyújtott karod szorosan, ökölbe szorítva, érzed majd a kezedet. Kérlek, figyelj erre a karodra, és képzeld el, hogy merev lesz. Mind merevebb és merevebb. Nagyon merev. Kőkemény. És hogy észreveszed, hogy valami történik a karoddal. Érzed, hogy megmerevedik a karod. Egyre merevebb és merevebb lesz. Kőkemény. Mind merevebb és merevebb. Megmerevedett. Mint az acél. És tudom jól, hogy milyen nehéz. Mennyire lehetetlen behajlítani egy olyan acélrodat, mint a karod. Mint az acél, olyan kemény. Lehetetlen behajlítani. Próbáld meg, milyen acél kemény a karod. Próbáld ki, mennyire merev és szilárd. Próbáld meg behajlítani. Jó van. És most az úgy el. Most már nem próbáld meg behajlítani a karodat, hiszen nem merev. Hadd, hogy ellazuljon a szépen a karod, csak az Isten magad. Tedd közül el. Most várból nyújtsa ki előre mindkét karodat, egymás felé fordított tenyérrel. Így, ügyes vagy. Most kérlek, képzeld el, hogy milyen erő egymás felé vonzza két kezedet, húzza egymás felé, mint két mágnes. És ahogy erre az erőre gondolsz, ami egymás felé húzza a két füledet, megmozdul. Egymás felé a két tenyered, először lassan, egyre jobban kötődnek egymáshoz, aztán egyre gyorsabban,
mind közelebb és közelebb kerül egymáshoz. Húzzák egymást, mint a mágnes. Egyre közelebb és közelebb. Mint ha valamilyen erőt húznál egymáshoz. Mozognak. Mozognak. Egyre közelebb és közelebb. Mind közelebb és közelebb. Egyre közelebb, szinte összezárulnak. Ügyes vagy, egyre közelebb és közelebb kerülnek egymáshoz. Már nagyon közel vannak egymáshoz. Ennyire közel voltak egymáshoz, jól van, lehet. Nagyon jó. Tegyed vissza kezedet a öletbe, és lazulj tovább. Kellemes pihenést érzel majd, és ezt tölt el téged. Teljesen ellazultál. Gondolj arra, hogy milyen ellazultál. Beszélni is milyen nehéz. Talán épp olyan nehéz így beszélni, mint alvás közben. Csak a hangomra figyelj, amit mondok neked. Mindenki körülötted van lényegtelen, csak a hangomra figyelj. Kíváncsi volnék, ki tudom mondani a nevedet. Nem hiszem. Esetleg megpróbálhatod kimondani, amikor mondom, de azt hiszem, nagyon nehéznek érzed majd. Talán megpróbálhatnál most kimondani a nevedet, de nagyon nehéz. Próbálj csak meg kimondani a nevedet. Zsolti. Jól van. Megint érezhetted, mennyire erőködni kell, hogy megtegyed. Hogy megtegyél valamit, ami általában olyan könnyű, az, hogy kimondjuk a nevünket. Most már sokkal könnyebben ki tudja mondani. Mondja ki ismét. Zsolti. Jól van. És most lazulj csak el. Eddig biztosan annyira csak arra figyeltél, amit csináltunk. Csak arra figyeltél, csak a hangomra. Ha nem vetted észre a legyet, ami itt zümmög a szobában. De most felhívom rá a figyelmedet erre a légyre. Egyre inkább a tudatodba jut ez a légy, ami ott kering a fejed körül. Közelebb, egyre közelebb. Ott a légy és bosszantóan zümmög. Hallod a zümmögést. Egyre hangosabb lesz. És rád akar szállni. Szóval be azt a legyen. Szeretnéd elhesegetni, megfordulni tőle. Ott zömmög körülötted. Bosszant téged. Csóvátra, hajtsd el, ha akarod.
így elszállt. Már nem hozom téged. Már nincs otthon így. Az is távolod teljesen. Csupa volt a szemed sokáig, amíg teljesen ellazultál. Most már szorosan becsukodott a szemed, szorosan lezárult. Nagyon szorosan. Ha most megpróbálnád kinyitni, valószínűleg úgy éreznéd, mintha összeragadt volna a szemed. Szorosan összeragadt a személyed. Lezárult, összeragadt. Talán szeretnéd is majd megpróbálni kinyitni a szemedet, annak ellenére, hogy úgy érzed, olyan nehéz, és olyan erősen összetapadt, lezárult. Olyan szorosan összeragadt a személyed, és olyan nehéz. Csak próbáld meg kinyitni ezt a nehéz szemhéjat. Nagyon nehéz. Jó, ha most az is el magad, ne próbálkozz tovább. Újra visszatér a szemedbe a szokásos érzés, de csak tartsa becsukva, az is elmagad. Pihenj továbbra is, ilyen mélyen, ellazulva, és csak arra figyelj, amit mondok. Rövidesen számolni kezdek 20-tól, vissza 1-ig. Fokozatosan fel fogod ébreszteni magad, de a számolás legnagyobb része alatt még abban a pihentető állapotban maradsz, amelyben most vagy. Amikor az 5-öst kimondom, ki fogja nyitni a szemét, de nem ébredsz fel teljesen. Amikor az 1-eshez érek, teljesen éber leszel, olyan, mint rendesen. Valószínűleg úgy fogod érezni, mintha aludtál volna, mert nehezen fogsz tudni visszaemlékezni arra, amit én mondtam. És amit van, amit te tettél, vagy éreztél. Valóban, olyan megerőltetően fogod érezni, hogy felidézd a történeteket, nem is kívánod, hogy visszaemlékezzél. Sokkal könnyebb lesz egyszerűen mindent elfelejteni egészen addig, amíg csak nem mondom azt, hogy most már vissza tudsz emlékezni. Semmire sem fogsz emlékezni abból, mi történt. Mindaddig, amíg azt nem mondom, most már mindenre vissza tudsz emlékezni. De addig semmire sem fogsz emlékezni. Miután kinyitod a szemedet, jól fogod magad érezni. Nem lesz fejfájásod, vagy más kellemetlen érzésed. Most elkezded számolni. 20-tól visszafelé, és 5-re, nem hamarabb, ki fogod nyitni a szemedet, de nem ébredsz fel teljesen, csak amikor az 1-et kimondom. 1-nél végre felébredsz. Egy kicsit később az asztalra koppintok a tollammal, amint ezt meghallod, felállsz ebből a székből, ahol most ülsz, és átülsz az én székemre, ahol én most ülök. Átülsz, de elfelejted, hogy én mondtam ezt. Épp úgy, mint ahogy minden más elfelejtesz,
addig, míg nem azt nem mondom, most már mindenre vissza tudsz emlékezni. Tehát most számolok. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Egyre éberebb és éberebb vagy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és 1. Itt közöllek, örülök neked. Milyen volt? Érdekes volt, de szerintem elég sokáig a tudatomnál voltam, talán még nem tudom, tehát vagy úgy, hogy nem hiszem sok mindenre, talán mindenre. Amikor a karom nehezedett, az ott tényleg éreztem, hogy a karom nehezedik, és ugye ment lejjebb a karom. De az a többi dolog az igazából kellettem ahhoz, hogy jó nap megfelelően, mint amikor a szememnek kellett talán kinyitni, próbáljuk nyitni. Hát szerintem nagyon akartam, hogy ki tudtam volna nyitni. És miért emlékszel még? Emlékszem arra is, hogy azt mondtad, hogy oda kopintasz, és én oda fogok ülni. Arra, hogy ezt elfelejtem, és majd mondod, hogy ezekre is emlékszem. Emlékszem a nevemre, hogy kimondtam kétszer. Annyira nem volt nehéz az első alkalommal se kimondani, őszintén szóval. Emlékszem a kezemre, amikor összemek, illetve hát nem össze, te segítettél rajtam. Talán egy picit lehet, hogy közeledett. Másra nem emlékszem, vagy most nem teszem meg. Jó, majd emlékezni fogsz majd rá. Jó? Én egyébként nagyon ügyes voltál, tehát a 10-es skálán, hogy azt hiszem, hogy most 10 gyakorlat volt, akkor abból 9 sikerült. De ez azt jelenti, érted? Tehát a hipnózis mindig arra van szó, hogy ha nem akarja az ember, akkor nem történik meg vele. Tehát ez mindig te is kell lesz. Igen. Figyelj, mindenki egyébként kibírná nyitni a szemét, ha akarná. De nem akarok nyitni, mert te benne vagy a hipnózisban, ott voltál benne, és ez az jó volt.